Várakoznak az ügyfelek az egyik nyíregyházi kormányablakban. Személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély. Ezek a leggyakoribb ügyek, amelyekben személyesen szokták felkeresni a kormányablakot a nyíregyháziak. A koronavírus járvány miatt azonban számos szolgáltatás vált elérhetővé már otthonról is, internet segítségével. Így például tavaly szeptembertől a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkérését, a személyi igazolvány elvesztésének bejelentését, vagy az útlevél pótlását is intézhetjük online. A megyei kormányhivatal vezetője elmondta, idén tovább bővült a paletta. Védettségi igazolvány igénylése, járművek forgalomból történő kivonása, vagy a jogosítvánnyal kapcsolatos teendők is könnyen elintézhetőek az ügyfélkapunk keresztül. Ez azt jelenti, hogy akár lejárt vezetői engedélyt, akár új vezetői engedélyt vizsga után el lehet indítani elektronikus úton. Ennek megvannak természetesen a feltételei, de a magyarország.hu-n, illetve a kormányhivatal.hu-n mindenki eléri az ezzel kapcsolatos információkat. Szerintem nagyon egyszerűek a felületek, könnyen el tudnak majd igazodni rajta az ügyfelek, úgyhogy ha esetleg valaki még eddig nem gondolt ezekben az ügytípusokban elektronikus ügyintézésre, akkor nagyon javaslom, hogy gondolja ezt át. Lehet, hogy nagyon sok időt spórol meg magának. A kormányablakok egyébként a járványhelyzet tetőzésekor is nyitva voltak, azonban jelentős korlátozásokkal. Csak maszkban lehetett a hivatalokba belépni, az ügyintézők és ügyfelek biztonsága érdekében pedig minden ablaknál plexifalat helyeztek el. Személyesen csak előzetes időpontfoglalást követően lehetett belépni a hivatalba. Ez a szabály pünkösdöt követően szűnt meg. A biztonság azonban továbbra is elsődleges, így néhány fontos dolgot továbbra is kötelező betartani. Mindenki szeretne a jogszabályi kötelezettségének eleget tenni, illetve a lejárt okmányait, bár még most továbbra is lehet használni a lejárt okmányokat, de természetes módon igyekeznek az ügyfelek pótolni ezeket az elmaradásokat. Ez azonban arra is vezethet, hogy igaz, hogy már időpontfoglalás nélkül is lehet felkeresni a kormányablakokat, köztük a nyíregyházi kormányablakokat is, de a járványhelyzetnek megfelelően be kell tartani a járványügyi szabályokat, ami praktikusan azt jelenti, hogy gyakorlatilag annyi ügyfél lehet jelen bent a kormányablak területén, ahány ablakkal nyitva vagyunk. A hivatal vezető arra kéri az ügyfeleket, ahol lehetséges, válasszák az online ügyintézést az ügyfélkapu.gov.hu oldalon keresztül, amely részletes útmutatással szolgál. Érdemes emellett továbbra is előre időpontot foglalni, így elkerülhető a tumultus a kormányablakok bejárata előtt. Erre az időpontfoglaló.kh.gov.hu oldalon nyílik lehetőség.